Hey, fiatal ember, álljon meg egy pillanatra! Sietek! Mi? Hova? Hát a diákfilm szemlére! Napot kívánok, ha szabad kérdezni, ön miért jött ide? Diák film szemlén valamit látni fog? Biztos. Van a koncepció, akkor meg kell csinálni. Ja, igen, meg... És mutatnám a szakmai zsűri. Szita Miklós, Balázs Béla díjas producer, barátom Kovács Gábor, újságíró, Mester Ákos, filmrendező, vágó, filmkészítő, Bakó Krisztián tanár és Vastag Zsolt filmes. Szabad filmes, ő képviseli itt a Szabad Filmesek Szövetségét. Én a Merza Gábor voltam a filmszemle igazgatója. Üdvözölöm még ott hátul a Szent László Gimnázium tanulóit, akik a vetítést fogják vezetni. És bármilyen technikai probléma van, akkor hozzám forduljatok. És Kukovec Irént, a főszervezőt, adottassa még be. Ünnepélyesen megintem a 26. országos diákfilmszemlét, és akkor legyen sötét. Filmjük. Igen, a Úrszínak egy... Most jön? Igen, a tenni vagy nem tenni. Igen? Az éghajlatváltozásról manapság szinte már mindenki van. Mégiscsak akkor kezdenek el foglalkozni vele, ha már értik és tisztában vannak a problémával. Neked a többieknek is javaslom, mert nagyon sok filmben láttuk azt, hogy a végén vagy visszatekerődik a történet és elindul újra, vagy megismétlődik, hogy azon kívül, hogy mindenkinek házi feladat az Idétlen idők című Bill Murray film. Ugye csak azért kukacoskodok, hogy ne tűnjön úgy, hogy ilyen jó fej vagyok, de nagyon tetszett. Gratulálok. Hogy ugye egy nagyon nehéz dolog a filmezésnél a hang. Tehát itt a Spernó Zombinál volt azt hiszem a legkritikán elúlibb a hang. De egyébként nekem tetszett igazából, jó volt az ötlet nagyon. Bocsánat. Hosszúnak tartottam, és azt szeretném elmondani, hogy azon a két geggen kívül a többi az csak így csordogált. Ez egy nagyon jó antré volt, szerintem ez egy kiváló film, és ez egy nagyon jó antré volt mind a 26. diákfilm szemlébe, és mind ebbe a elégikus blogba, amit egyébként a szerkesztők nagyon jól összeválogattak, hogy itt ez egy gondolati egység. A zenét a Too Much zenekar szolgáltatta, iszonyatosan túl van gondolva ez a könycsatorna fakasztó, nem tudom, agyonzongorázó eszközt, és akkor így forgatok. Én csak azt szeretném kérni, hogy ha lehet, és ha csak nem az van, hogy egy ilyen vertikális videófilm fesztiválra küldök filmet, akkor próbálják meg ezt így elforgatni, mert otthon a tévé se így áll a falon. 5 év múlva lehet, hogy tök máshogy lesz, egy régi módi ember vagyok, meg még a filmben hiszek, meg ha tudok, akkor dolgozok is filmre. Ebben az években kaptunk kölcsön egy VHS kamerát, elmentünk a Balatonra, és amikor visszanéztük, hogy fél óráig azt látod, hogy édesanyám a parton áll, és akkor fater mondja, integes, anya, integes, és már 5. percet már nem olyan, integes, tehát hogy egy kicsit itt is ez nekem előtt, és most nem az állat jön ki belőlem, hogy... Sem vegye a filmet, hogy nézed szerelmesen a krémet, és az zabálod. Italian Spider-Man. Tessék rákeresni.
Én vagyok a gonosz ember a zsűribe, tehát ne jegyetek meg, jobb is, hogy most túl vagyunk ezen. Frusztrált egykori diákfilm szemlés vagyok, mert annak idején én is ide elkezdtem küldözgetni a filmjeimet, és a Megyesi Gabi egyszer nekem azt mondta, hogy hát, ilyen filmet is kell csinálni a mindenkinek, és én nagyon mérges voltam rá, és eltelt 17 év, és ezt a mondatot leírtam, hogy egy ilyen filmet is kell csinálni a mindenkinek. Benne voltak a motivumok, voltak benne jó képek, de én így ezen kívül nem volt pontatlan, de hogy... Tehát...